sportosat. Híradónk vendége Neu Gábor, a Junior Cselgáncs válogatott szövetségi kapitánya, vezetőedzője, és egyben ugye a Honvéd utánpótlás vezetőedzője. Jól mondtam? Üdvözlöm a nézőket. Igen, jelenleg a Honvédnál dolgozom, a juniorokkal, a junior korcsoporttal, és a Magyar Judo Szövetségnél a junior korcsoportnak vagyok a szövetségi kapitánya. Azért akkor maradt felelősség, mert utána már ugye felnőttek lesznek, és nem mindegy, hogy milyen judósok lépnek a legfelső fokra. Hát igen, én már 17-19 éves versenyzőkkel foglalkozok. Most is látszott az olimpián, hogy itt már vannak 20 éves versenyzők, akik olimpiát nyernek, tehát lassan fel kell készítenem úgymond a felnőtt mezőnyre, a felnőtt kihívásokra ezeket a fiatal sportolókat. Amikor megbeszéltük a mai beszélgetésünket, akkor mi nem tudtuk, hogy judósok így fognak nyitni az olimpián. Meglepődtél ezen? Nem. Igazából nem. Az egész csapattól az elvárás az volt, hogy hozzanak két érmet. Azt mondtuk, hogy ez reális, benne van a csapatban. Most ott tartunk a mai nappal, hogy most már két érmet hoztak és egy ötödik helyet. Igen, mert a mai legfrissebb hír, ugye, hogy Karakas Hedvig ugye ötödik lett, sajnos a bronzmérkőzésen intésekkel kikapott egy 22 éves francia hölgytől. Igaz az a hír, hogy már az utóbbi két-három meccsén sérülten lépett tatamira a magyar judós lány? Én ha jól tudom, akkor ő eleve már sérülten is ment ki sajnos, tehát volt egy comb, nem tudom, hogy szakadás vagy húzódás. Az első hírek arról mentek, hogy el is szakadt a combja, talán nem is indulhat az olimpián, de én úgy tudom, hogy elég jó kezeléseket kapott, egy jégkamra, különböző fizikoterápiákon részt vett, és egész jó állapotban kibírt menni az olimpiára. De én néztem egész nap a meccseit, és látszódott rajta, hogy az az átütő erő, az sajnos hiányzott, hogy meg tudja fordítani a meccseket, hogy ezeken a nagyon kiegyenített meccseken, bíró is meccseken fölül tudjon kerekedni az ellenfelein. Tehát valószínűleg benne volt a sérülés. Ettől függetlenül én úgy érzem, hogy a 100%-ot hozta ki magából, és nagyon szép eredmény. Amit ki tudott most hozni. Amit jelen pillanatban. Tehát kimegy egészségesen, lehet, hogy ebbe több lett volna. De ne legyünk elégedetlenek, igen, már van két élet. Mert ugye hát éppen, hogy csak kikapott, ugye hát kikapott a román lánytól ugye, bírói döntéssel. Felemás bírói. És felemás volt az is, tehát kettő egy arányban kapott ki. Most ugye a bronzmeccsen úgy kapott ki, hogy két intés kapott, mert ugye hát passzívnak találták a magyar lányt, tehát nem tudtak rajta dobást csinálni. Tehát így van, nagyon jó állapotban volt, nagyon jó pazdol volt. Igen. És még fiatal? 22 éves. Annyi idős, mint a francia ellenfele, aki harmadik lett. Fiatal, benne van még egy olimpia, legalább még egy olimpia. Kívánom neki, hogy ez még jobban sikerüljön. Ugye csak szokták mondani, hogy maradjon meg. Ne hagyja idő előtt abba. De hát... Ezek már nem. Akik már jutnak idáig, akkor már... Reméljük úgy hozzá a sors, hogy meg tud csinálni még egy négy évet. Legalább. Csernovicki, a bronzérmes lett, ugye rögtön így éremmel nyitottunk az olimpián, ott minden benne volt, apai, anyai, minden benne volt ebbe a olimpiai napba, ugye? Igen. Tőle vártuk igazából, tehát ő volt az egyik stabil tagja a magyar judó válogatottnak. Évek óta nagyon stabilan hozza az eredményeket Európa-bajnokságról, világversenyekről, világbajnokságról. Tehát ő volt az egyik olyan stabil oszlopa a válogatottnak, akitől úgymond vártuk, jó volt a sorsolása, jól jöttek a meccsek, hozta is magát, nem izgult, le a kalappal. Nála bejött az, hogy az édesapa az edző, Csernovicki Csaba az edző. Nála bejött. Igen. Mert nem mindig jön be, ez nem egyértelmű, hogy akkor... Én, ha jól tudom, náluk is voltak konfliktusok, súrlódások. Igen, igazából nem mire ide jutottak. Én úgy hallottam, hogy Évi azt mesélte, hogy kialakult nekik ez a... Maradt a családi viszony is, az külön otthon, és megmaradt az edző-tanítvány kapcsolat, az pedig edzésen. És ahogy nézem, ez a kettő nagyon jól működött. Ebbe azért, remélem nem sértődik meg a Csernovicki Csaba, de egy kicsit az ő tüskéje és munkája is benne volt, hiszen ő annó 65 kg-ban nem tudott eljutni, de többek között Csák Józsi miatt, és gondolom most mindent beletett, mint edzőként, hogy akkor legalább akar a lánya megvalósítsa azt, amiről ő sajnos lemaradt. Én versenyzőként nem ismertem, tudom, rengeteg nagyon jó utánpótlás eredménye volt, és utána felnőtt be a Csák Józsi lett az első számú ember.
Elkezdte egy olimpiai ezüstérmet el is hozott. Bizony, és utána kirobbantatatlan volt ott a 65 kilóból, őt váltotta utána Ungvári Miklós. Igen. Elég frissen. Viszont edzőként azt kell mondjam, hogy szakmailag rendkívül felkészült edző, és ez látszik a Csernovicki Évin is. Van neki olyan tanítvány, aki hasonló utat járhat majd be, mint a lánya? Vagy Csaba most mindent úgymond a lányára fókuszált? Felnőtt versenyzője, én úgy tudom, hogy most nincsen a lányára, de hát ez, ahogy nézzük, egyelőre elég, tehát rengeteg EB-érem, VB-érem, most egy olimpiai bronzérem, tehát... És még fiatal. És még fiatal, és közben van egy klubja, amit egyenget, utánpótlásban vannak eredmények, de felnőtt versenyző az Évi van. De ez nagyon sok klubnál így van, hogy egy ember, egy versenyző, egy edző, tehát úgymond ezt így is lehet csak csinálni, egy edzőre 2-3 versenyző jut, akivel igazán tud foglalkozni ilyen magas szinten. És kérdés, hogy meddig tud ez elmenni így a konfliktusok nélkül, súlyosabb konfliktusok nélkül, hogy apa-lánya? Én ezt nem tudom, tehát nem értem még át, ezt ők tudják, de működik ezek szerint, tehát nincsen gond ezzel. Minden esetre az Év az mindent beleadott. Igaz az, hogy elájult, mikor lefolytották? Ő azt mondja, hogy nem. Német lapok azt írták, hogy igen. Én is úgy láttam, hogy egy Sőt, kicsit Csaba elaludt. Is azt mondta, hogy már hamarabb kellett volna a bírónak jeleznie. Én is úgy láttam, hogy elájult. Ezt a versenyző, aki nem tudom, tehát ha nem, akkor elnézést kérek tőle ezúton is, de én is úgy láttam, hogy egy pillanatra elvesztette az eszméletét. Ez sokszor a versenyző, aki elájul, ezt nem tudja, nem fogja föl. Uh-huh. Tehát rengeteg ilyen legendás történet van, hogy valaki elájult, lefolytották, fölpatant, és volt, hogy a bírót dobta oda, annyira nem tudta, hogy hol van. Tehát én szerintem is egy pillanatra elájult, nem volt ez ilyen vészes, van ilyen a judóban, fölkelt, tisztában volt mindennel, sajnos beragadt az a folytásot. Viszont innen fölállt, és nem akárkit, ugye a világ legjobbját, világ elsőt verte meg. Hát ez mindenkinek óriási meglepetés volt, tehát ez a japán versenyző, ez amit lehetett, szinte mindent megnyert, torony magas esélyese volt az olimpiának, és tehát Évi, ahogy láttam ezt a bronzmeccset, nagyon magabiztosan ment föl a szőnyegre, úgy ment föl, hogy nyerni akar, eleve úgy is kezdett fizikálisan, fölötte volt a japán versenyzőnek, elhitte, hogy győzni tudott, és ahogy mentek a percek, másodpercek, golden score, és egy golden score-ban azért ez egy olyan sport, hogy benne van, hogy bárki el tud esni, és nem egy véletlen ipon volt, hanem egy ragyogóan előkészített kis külső horogdobás, tehát, és amit utólag nyilatkozta is, hogy ő erre készült, és ezt gyakorolta ellene. Na hát, bízom, hogy továbbra is megmarad ez a profizmus. Ungvári Miki második helye. Jó, nem jó? Ő ugye a lelkét siratja egyfolytában. Hogy jó, hát egy olimpiai ezüstérem, tehát aki azt mondja, hogy ez nem jó, az hazudik, vagy az nem ért a sporthoz. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Én szerintem előre aláírta volna ezt az érmet, uh-huh. hogy csak legyen érme, mert ez hiányzik az érem gyűjteményéből. Utólag egy döntőbe kikapni nem jó. Tehát amikor ott van valaki, ahogy ő fogalmazott a halhatatlanság küszöbén, hogy a legnagyobbakhoz odalépjen, és egy Kovács Antal emlegethessék egy lapon. Tehát nem jó, hogy döntőben soha nem jó kikapni. Miért kapott ki? Ő tudja ezt igazából. Én amit láttam... Jó, azt tudjuk, egy lyukóval kapott ki. Igen, én szerintem elfáradt. Tehát ő fizikálisan nagyon rendben van, tehát mindenki tudja, hogy legendás az állóképessége. Több volt, ha jól tudom. 6 meccse volt, ez volt a 6. meccse aznap. 32 éves, óriási pszichés és fizikális megterhelés egy ilyen olimpia. Én úgy éreztem, hogy elfáradt, nem tudott megújulni, nem tudott friss maradni, és ez a 20 éves grúz gyerek, ez nagyon akart, tehát ez friss volt. Előtte a döntőbejutást fél perc alatt megoldotta a japán ellenfelével szemben, tehát kipihent volt. Talán ez döntött. Én azért nagyon bíztam benne, hogy a Miki megoldja a rutinjával, úgyhogy az egész napot a rutinjával oldotta meg. Igen. Úgy éreztem, hogy egy fiatal 20 éves versenyzőt is meg tud oldani. Aznap az a grúzé volt, az a nap. Jól védekezett, mert sok minden nem csinált a grúz. A grúznak ez a taktikája, tehát az neki esik az ellenfelének. Én ismerem juniorból, én láttam junior EB-n, junior VB-n. Uh-huh. Neki esik az ellenfélnek, az elején el akarja dönteni a meccset. Nagyon ügyes, nagyon technikás,
fizikálisan is nagyon jó, tehát bárki ellen tud pontot elérni, dobást elérni, és utána megtartja. Tehát jó mozgású, mindenből kifordul, fizikálisan is elég jó, elég edzett versenyző, és megtartja. És ez a taktika be is jött. Tehát, akkor nem egy kutyaütőtől kapott nem, ki. Nem, ez egy óriási reménység. Tehát ez egy junior Európa bajnok, junior VB érmes. Azt kell tudni erről a grúz versenyzőről, hogy itt egy nagyon hosszú olimpiai kvalifikációs sorozat volt, ami 2 éves, rengeteg versenyből állt, és ő az utolsó 3 kvalifikációs versenyen indult. És ebből 3-ből 2-t megnyert, egyiken lett érmes, elindult utána a felnőtt EB-n, ott 3. lett, és ilyen 22. helyen jutott ki az olimpiára, tehát ilyen utolsó pillanatban. Uh-huh. Viszont nagyon felfelé évet a formája. De ezek szerint tudhatták az edző, hogyha így hagyták, hogy csak így a utolsó pillanatokban. Eddig a juniorra koncentrált, gondolom, ott elért szinte mindent, és akkor bedobták a mély vízbe, és kiúszott. Kerekes Hedvig, 5. helye, erről beszéltük, az teljesen jó. Ez egy korrekt eredmény tőle, ugye? Nagyon szép eredmény, tehát tényleg ő sajnos az elmúlt egy évben nem azt hozta, amit vártak tőle. Ezt még nehéz kimondani egy 22 éves versenyzőnél, mert nagyon fiatal még. De volt egy nagyon nagy sorozata, ő világbajnoki 3. volt, EB-n volt érmes, és az utolsó egy évben sajnos nem úgy alakult neki se a versenyzése, se az egészségi állapota. Az edzőváltás is ezért volt? Így 2 hónappal az olimpia előtt? Én nem tudom ennek a hátterét, hogy miért volt, biztos meg volt az oka. Nem tudok háttérinformációkat. És akkor ráadásul még sérülten is ment ki, tehát ebből a 8 fős judó válogatottból úgymond nem ő volt a legesélyesebb ezek után, hogy ezeket tudtuk, ezeket a dolgokat, de amit művelt a mai nap folyamán, tehát ez fantasztikus volt, tehát tényleg 110%-ot nyújtott, a 5. helyezett lett. Fantasztikus. Mitől ilyen jók a magyar judósok? Mert nagyon bírják, és tüdővel is. Nagyon bírják, tehát hogy miért jó most a magyar judó, én ezt két dologba látom, két nagyon fontos dologba. Ugyebár 92-ben Barcelonában volt a nagyon híres olimpia, ahol egy aranyérem, 2 ezüst és bronzérem, még 5. hely, tehát és utána abban az időben nagyon sokan elkezdtek judózni. Tehát akkor volt egy nagy merítés, én nagyon remélem, hogy most is ez fog történni. Tehát akkor rengetegen elkezdtek judózni, nagyon szerették ezt a sportot, és ezek a versenyzők, ezek majd, hogy nem abból az érából akkoriban kezdték. Tehát volt egy széles réteg, aki elkezdte, ez az egyik. A másik, kialakult egy új edzői gárda, egy nagyon fiatal edzőgárda, akik már az új módszereket használták, tehát a legújabb edzéselméleteket, haladtak a korra, nem csak abba jutták, hogy sokszor sokat, és akkor majd meg lesz a munka, hanem nagyon speciális munkát végeztek. Kialakult ez az egy edző, egy versenyző, tehát ráfókuszáltak egy-egy versenyzőre, és rendkívül tapasztalt, nagyon jó versenyzők, mert nagyon jó edzők is úgymond fölnevelkedtek. Akkor ez egy járat úgy, hogy igazából a szövetségi edző azt tulajdonképpen az papírmunkát végez, tehát csak átnézi, átfogja a dolgot, de mindenki a klubjában a saját edzőjével külön készül, mert most úgy készültünk. Így van, tehát itt felnőtt korosztályban egyértelműen bejött ez az új rendszer, hogy a szövetségi kapitány, aki most nem is tudom, hogy hívják éppen technikai igazgató, Ilyes Miklós, azt tudom csak, hogy technikai igazgató, azt hiszem az a titulusa, hogy ő igazából átfogja az egészet, tehát átlátja, lekoordinálja, hogy hova az edzőkkel egyeztet, mire van szükségük, milyen versenyekre, milyen anyagi támogatásra. Akkor tehát egy kicsit inkább menedzser típus. Így van, egyértelmű. És az edzők pedig megkapják 100%-osan az utazásokat, az edzőtáborokat, végig ott vannak a versenyzők mellett. Na, működik, úgy néz ki, nagyon jól működik. Na most akkor van egy másik, egy harmadik és egy 5. hely, ugye 4. hely nincs, akkor a sorban már csak egy első hely hiányzik. És igaz az, hogy ez egy honvédos fogja besöpörni ezt az első helyet? Igaz, igen, igaz. Hát bízunk benne. Hogy szerdán fogtad, amiről éppen észáros Anett. Igen. Hát nagyon szorítunk neki, mint honvédos edző is, meg mint a magyar judó szeretője. Nagyon bízunk benne. 70 kg-ba indul, az elmúlt VB-ken érmes volt. Tudni kell, hogy azért neki is egy komolyabb sérülése volt, tehát az elmúlt időszakban egy verseny van benne össz-vissz, az se sikerült túl jól, de ő egy olyan klasszis, aki
aki ha tényleg egészséges lesz, akkor ott lehet a legjobbak között. De volt, hogy világbajnokság volt végig, ugye szakadással, vagy? Tércalak szakadással. Hát és, nem is végig, de az utolsó két-három meccset, meg az érmes meccset. Második, harmadik, én nem tudom már, ez tehát volt, érmes lett, tehát függetlenül attól, hogy most neki fáj a lába, vagy nem. Tehát... Nem fáj, hál' Istennek, nem fáj. Tehát... Jó, csak nem törődik semmivel. Nem fáj, reméljük, hogy 100%-os, és néztem a sorsolását is, jó lehet, nagyon bízunk benne. De hát ott van még jó Abigail, Borbarna, igen. És akkor most már nem akarom leírni ilyen sikerek után a Csoknyai Lacit se, tehát erős sorsolás, holnap kezd, de hát most már nem lehet egy judósa leírni. Most jelen pillanatban, hogy megnézzük az ERM táblázat az olimpián, mindegyik judós ugye adja magát, ugye egy judós szakembernek köszönheti a sikerét. Na de hát itt a kardozó Szilágyi Áron is, mint kiderült, ő nyilvánosan meg is köszönte az erőléti edzőjének, Preisser Gábornak a munkáját. Egy judós, aki ugye jelen pillanatban is judó edzőként dolgozik. Így van, a KSI-ben judó edző, és ugyanakkor a junior női szövetségi kapitány, tehát én nekem közvetlen munkatársam. Tehát itt is van egy judós. Itt is van egy judós beütés. A vívóknál én úgy tudom, hogy azért kérték meg, mert vívás állítólag nem értek a víváshoz, de azt hallottam, hogy nagyon felgyorsult, és a fizikai tényezők is előtérbe kerültek, és jönnek fel a kóraiak, jönnek fel a távol-keletiek, fölgyorsult az egész judó, vagy az egész vívás, miközben a magyarok technikásak, de fizikálisan állítólag le voltak maradva. És na akkor erőállóképességi munkát kell nekik végezni, ugyebár judóban nálunk a legfontosabb az erőálló képesség, és azt az 5 percet kellő erővel és intenzitással végig kell bírni. Itt az olimpiát, az inkább ez az 5, ez inkább 8 perc most megy hát a gyakorlatban. Igen, nagyon sok hosszabbítás. És akkor ez alapján megkértik, hogy legyen egy judó edző, az erőléti edző. És ahogy nézem, bejött Messzine egy nyáron, nyilvánosan meg is köszönte neki név szerint Gábornak a munkáját. Hát örülünk, hogy judósok nevéből segíthettünk. Na, akkor valami csak tudtok. Hát, akkor most már folytatástak is, akkor jónak kell lenni, hasonlónak, mint, vagy ez az túlzás lenne, ugye még két érem, tehát az már úgy... Nem lenne túlzás, tehát három olyan versenyző jön, akiben benne van, tehát azért Mészáros Anett van 4 világbajnoki érme, Európa bajnok, egyértelmű esélyese a 70 kg-nak. Jön Jó Abigail, kétszeres Európa bajnok, fölfelé ível a karrierje, fiatal, benne van az érem. És akkor ott van Borbarna, aki tavaly az Open világbajnokságon ezüstérmes lett, nagyon nagy neveket verte. Tehát igen, és ugye ez edző olyan... nem más, mint aki ugye Kovács Antönk edző volt, ugye Hangyási László, tehát... Igen. Tehát jó műhelyből jön, ahogy szokás van. Jó műhelyből van ott tapasztalat az edzők részéről is, hogy kell megcsinálni az olimpiát. Az Anti, azt tudom, hogy a Borbarnával napi kapcsolatban van, segít a felkészülésébe, partnert ad neki. És ami a legfontosabb, hogy óriási tapasztalattal és tanácsokkal tudja ellátni. Tehát benne van a csapatban még érem, vagy érmek. És végül is ezekből a legényekből tulajdonképpen egy ember, ha ki fog esni, ha kiesik, nem tudom, Ungvári Miklós kora miatt. Azt nyilatkozta, hogy nem döntött el, hogy ő most visszavonul, tehát várjuk meg, 36 éves lesz a következő olimpián. Igen, csak azt hallottam, ez igaz, csak a fogyasztással neki már. Hát akkor igen, 73 kg-ba. Gondjai, viszont a testvérével nem akar egy csúcsoportban lenni. Tehát ő ezt ki is jelentette, itt a Dino Sportiradóban írva adásban, sőt még küzdeni sem akar a testvérével. És ugye a testvérének jövő január vagy februárban lejár a eltiltása, tehát most már... Látható, én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Miki fölmegy 73 kg-ba, az Attila pedig 81 kg-ban, tehát, de hát ezt majd meglátjuk, ez a jövő zenéje. Megérné még neki, vagy inkább most itt a csúcson kellene abba hagyni? Hát most a csúcson van, az biztos. De az edző, ahogy fogalmazott, már az előző olimpián kellett volna csúcson lenni, de fantasztikus versenyző, tehát 2002-ben szerezte az első Európa-bajnoki aranyát, az első érmét világversenyről, és az elmúlt 10 év alatt majdhogy nem minden évben hozott egy világversenyről érmet, tehát nem lehet mondani, hogy volt neki hanyatlása, igen, volt neki csúcspontja, tehát mondani, folyamatosan hozza. Nem nőnek az égig, itt van Sumi is, ugye visszatért
sokszoros világbajnokként, és már nem a régi. Tehát, te nem hagyta abba? Igazad van, csak hát a bizonyos idő után már azért nehéz. Egyelőre, azt szokták mondani, hogy tudni kell időben abba hagyni. Nem akarom a Miklóst arra rábeszélni, és már lovagoljon, mert ugye hát lovagol és ugrat is, ahogy hallom. Igen. Azt lehet 60 éves korban is. Igen. Gondolom most pihenni fog egy pár hónapot. Én azért szívesen látnám jövőre a Budapesti Európa bajnokságon versenyezni. Tudod, mi a nagy kérdés inkább az, hogy ki jöhet mögötte. Aki ugyanilyen, a legalább hasonló szinten, tehát nemzetközi szinten is meghatározó lenne. 66 kilóban nagyon jól állunk, tehát van mögötte két nagyon tehetséges versenyző, Zámbori Bence és Gorenács Zsolt. Tehát Zámbori Bence 23-as Európa-bajnokságot nyert tavaly, Gorenács Zsolt harmadik lett, de junior VB ezüstérmes, junior VB bronzérmes, tehát van ott utánpótlás. Most juniorok között is van egy nagyon tehetséges versenyző, tehát 66 kilóban lesz utánpótlás, az egy olyan súlycsoport. De hogy ekkora kaliber lesz-e? De hát az kapjuk el lehetőséget, hogy bebizonyítsák, nem? Tehát azt jelenti, hogy... Hál' Istennek most már olyan rendszer van, hogy egy súlycsoportba két ember indulhat, tehát én bízok benne, hogy föl tudnak zárkozni. Na. És honvédosok mind a ketten. Máshol nincsenek jók, csak a honvédban? Hát a honvédban remélem. Hát még látod, vannak jók, mert a Miki az Ceglédi, az Évike Tatabányai, Karakas Edvik Szolnoki, tehát az országban mindenhol vannak jó judósok. És akkor most már a remek olimpiai szereplésnek köszönhetően, most már akkor a judó megkapja a méltó anyagi támogatást is? Tehát most már a műhelyekben lesz pénz? Hát... Mert ugye azt hallottam itt zárásként, hogy nagyon sok fiatal tehetség azért megy el, mert a klubok szakosztályok nem tudnak nekik fizetést adni, és bármilyen tehetséges, elvégzi a főiskolát, egyetemet, és kész, abba adja az e-sportot. Az a baj, hogy ez egy, sajnos ez egy ilyen sport, tehát a judóban nincsen annyi pénz. Itt annak éri meg úgymond felnőtt korban is versenyezni, vagy 22-23 éves kor után is versenyezni, aki az európai vagy a világ élmezőnyébe bekerül, kap Gerevics ösztöndíjat, akkor szponzorok, sajnos nagyon kevés szponzor van. Hát remélünk most egy kicsit felélénkül itt az anyagi dotáció része is, de ez sajnos nagy hibája. Ezt külföldön megoldják, mert ott a honvédségnél, a rendőrségnél elhelyezik ezeket a versenyzőket, jó kapcsolatot ápolnak ezek a küzdősportok és az ottani ilyen szervek. Itt tehát... is most ugye van egy judósatok, a Krizsán Szabolcs, igen, ugye, aki honvédos. És a Mészáros Anett is úgy néz ki, hogy állományba kerül. De ő Szabolcs, mert állományba is került, igen, jól tudom. Igen, olyan szakirányú is tanult, tehát katasztrófavédelem, tehát van ilyen próbálkozás, vagy reméljük nem csak próbálkozás. Igen, csak mondjuk egy helyen van, egy műhelyben, azért ez nem fogja megoldani hosszú távon. Tehát azt kell mindenhol, tehát, hogy igenis meg lehessen fizetni azt a felnőtt élsportolót. Mert most ugye ez nem működik. Nem sajnos. Vagy hát csak a szűk elitnek működik ez. Erre a megoldást erre keresi még mindenki. Remélem ott magasabb rangú helyeken is keresik erre a megoldást, mert most a judó én úgy gondolom, hogy bizonyított, és reméljük, hogy nagyobb figyelmet kap. És amit a legjobban várok tőle, hogy nagyon sok fiatal elkezd, nagyon sok gyerek elkezd judózni, és megszeretik ezt a gyönyörű sportágat. Zárásként, meddig tervezed, hogy csak a junior válogatott mellett dolgozol? Mikor akarsz feljebb lépni? Szeretnél-e? Egyelőre nem. Egyelőre nagyon jól érzem magam itt a junior korcsoportban. Úgy érzem, hogy ez az én korosztályom, megértem velük magamat, szakmailag is hozzá tudok tenni annyit. Ha lesz olyan versenyző, aki juniortól én fölnevelek, és szeretném, hogy majd, majd én készítsem az olimpiára, akkor majd tovább lépek, de egyelőre nagyon jó munkaviszonyban vagyok Toncs Péterrel. Együtt dolgozunk, ő a felnőtt, én a junior, nagyon jól össze tudunk dolgozni, és működik ez a páros, úgy néz ki. Idén junior VB, EB? EB van idén csak, junior EB. Olimpia miatt csak junior EB. Na, akkor ott lehet parádézni. Akkor. Reméljük, igen, hogy bízunk az utánpótlás is bizonyít. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport.